Táskámban könyvek, füzetek. Várám egy pad és sok gyerek. Számok, betűk és dallamok. Szervusz, iskola, itt vagyok. Szállnak a napok, mint a szél, kezünkbe hómappá a levél. Nekem is mindjárt menni kell, nem cserélni most senkivel. Várám egy pad és sok gyerek. Számok, betűk és dallamok, szervusz, iskola, itt vagyok. Ma, amikor útnak indul a sok kicsi iskolás, kívánjuk, hogy öröm legyen számukra a tanulás. Kedves vendégeim, drága gyermekeim! Most 35 gyereket fogadhatunk sorainkba, gimnazistaként is, az első gimnáziumi osztálynak a létszáma alapján, akkor nem kevesebben, mint 70-en lennénk a két első osztályban, a 6 éves első osztályban, illetve a 10 éves első osztályban, az első gimnáziumiban. Tehát így is vagyunk, összesen 69-en. Ha emlékezetem nem csal ilyen sokan, még soha egyetlen egy tanév nyitó alkalmával nem álltunk együtt ezen az udvaron. Azt tudom nekik mondani, hogy jó helyre jöttek, ez egy családias hangulatú iskola. Köszönjük a szülőknek, hogy bennünket választottak, hozzánk hozzák a gyerekeiket, és én biztos vagyok abban, hogy ebből is egy jó osztályt fogunk majd létrehozni, és tudással felvértezve fogják már ezt a tanévet is befejezni a pici elsősök. Hatványozottan vonatkozik ez a gimnázium első osztályra, őket ugyan már korábban ismertük, a képességeikkel tisztában vagyunk, őket egy nagyon jó közösségnek, erős tanulóknak tartottuk, hisszük, nekik pedig azt kívánom, hogy tartsák is meg ezt a lendületet, és egy húzóerő legyenek majd az évek folyamán a gimnáziumunk számára. Az új tanévnek az egyik legnagyobb öröme a mi részünkről az, hogy összesen majdnem 70, tehát 69 kicsi elsős kezdi meg nálunk a tanulást. A kisestőst úgy értem, hogy hát a első osztályban a 6 évesek között 35-en lesznek idén, és a gimnázium elsőben pedig 34 gyerek. Tanév az hát én azt gondolom, hogy túlságosan könnyű nem lesz, tehát könnyű nem is szokott lenni. Eredményes legyen, és a végén arról tudjak majd beszámolni a tanév záró ünnepségen, hogy egy eredményes tanév van a hátunk mögött. Egyébként majd meglátjuk, hogy hogy fog alakulni. Bízunk abban, hogy jó lesz. Idén első alkalommal támogatja a Rákóczi Szövetség hátizsákokkal is az első osztályba tanulmányaikat elkezdő gyerekeket. Eddig volt olyan, hogy 10 000 forintos beiratkozási támogatással támogatták, segítették a szülőket. Ez megmaradt, és idén még egy hátizsák is kerül mellé ajándékképpen a szülőknek, illetve a gyerekeknek a kezébe.